Az előcsiráztatott magokat ültetik egyenként poharakba a Start mintaprogram mezőgazdasági projektjének résztvevői. A szántóföldi talaj előkészítési munkálatokkal egy időben ugyanis elkezdődött a fólia sátor építés és a növénytermesztés a költségvetési üzemtelep helyén. Az uborka magokat előcsíráztattuk vetés előtt, így a tenyész idejük megrövidülhet azzal, hogy beindítottuk ezeket a biológiai folyamatokat. Most a hölgy éppen itt tűzdeli a növénykéket, és ezekben a kis poharakban van a bekevert termőföld. Palántázunk még paprikát és paradicsomot, ezek is egyidejűleg fognak kikerülni majd edzést követően a fóliasátorból szabad földre. A Start mintaprogram elindítására 113 millió forintot nyert az önkormányzat. A program két részre oszlik, az egyik csoportban árok tisztítást és betonelemgyártást, a másikban pedig növénytermesztést végeznek a közmunkások. A mezőgazdasági mintaprojektben összesen 46 fő, egy adminisztrátor, egy munkavezető, 7 szakmailag felkészült brigádvezető, illetve a fizikai munkások dolgoznak. Az elmúlt hetekben a 240 négyzetméteres fóliasátor helyét készítették elő, ami egy több lépcsős folyamat, tudtuk meg Babit Zsófia kertésztől. Ebben az évben a mezőgazdasági mintaprojektben, mely március 1-ével kezdődött, elkezdték a fóliasátor területének az előkészítését. Itt több mint 30 méteres nyárfákat vágtak ki a tűzoltóság segítségével, utána eltávolították saját kezükkel a munkások a bent maradt gyökérzetet, mindenféle tégla és egyéb hulladékot, törmeléket. Ezután fel kellett tölteni a területet, ezt egy jó minőségű földet töltötték föl, melyet előtte átrostáltak, és a taműhely segített abba, hogy gépet biztosított, hogy ezt a földet tömörítsük, hogy később felhúzhassuk a fóliasátrat. Utána fonálféreg ellen talajfertőtlenítőt juttattak ki, majd a betonelem gyártó mintaprojekttel együttműködve beton tuskókat készítettek, melyből betonacél áll ki. A betonacélokhoz rögzítették a tartó íveket, amiben szintén segítséget nyújtott a tanműhely, majd erre húzzák fel a fólia palástot, ami időközben már el is készült. A központi épületben pedig ezzel egy időben a táptalaj bekeverése folyt. A Kertészeti Egyetem receptje alapján állították össze a földkeveréket, amelybe a magokat és a palántákat ültetik. Jelenleg itt az uborkának a termőközegét keverik be, ugyanis a kabakosoknak a termesztő közeg igénye eltér a csúcsorfélékétől, a paprikáétól, illetve a paradicsométól, tehát ebbe kevesebb perlit kell. Amúgy a maga a termesztő közeg a Kertészeti Egyetemnek egy receptje alapján készült, ez tartalmaz homokot, termőföldet, tőzeget, illetve perlitet és buviplantot. A mezőgazdasági projekt résztvevői is két csoportra osztva dolgoznak. A munkások egy része a költségvetési üzem területén, másik részük pedig az önkormányzat által a mintaprogram számára adományozott 1 hektáros szántóföldön tevékenykedik. Az 1 hektáros földterületen különböző konyhakerti növényeket nevelnek majd, minden egyes növénykultúrát 1000 négyzetméteren. A napokban a vöröshagymát ültették, majd ezt követően a sorrendet betartva palántázzák ki a fóliasátorban előnevelt többi konyhakerti növényt. Az ültetés már elkezdődött, most a vöröshagymának az ültetése zajlik éppen, és a megfelelő növényi szomszédságokra odafigyelve fogjuk elvetni ezeket a növényeket. A fóliasátorban paprika, paradicsom, uborka termesztés fog zajlani. Ezek utóvetemények, másodvetemények, és a rövid tenyészidei kultúrák után, a zöld borsó, zöldbe után kerülnek kiültetésre. Ezen kívül fogunk még termeszteni burgonyát, illetve gyökérzöldségeket, sárgarépát és petrezselymet is. A növénytermesztés során annyi vetőmagot használnak fel, amennyi éppen az adott zöldség féléből elfér ezeken az 1000 négyzetméteres sávokon. A tervek szerint már májusban leszedhetik a zöld borsót, illetve a zöld babot. Hagymából körülbelül 2000 kiló, zöldborsóból 1400, sárgarépából 1500, zöldbabból 600 kiló, petrezselyemből 2500, burgonyából 3500, paprikából 1300, paradicsomból 2500 és uborkából 450 kg-os terméshozam várható a legideálisabb időjárási körülmények között. Akár már májusban is láthatunk ebből kézzelfogható eredményt, és amint bármilyen termésünk van, a közkonyhák számára tudjuk bocsátani.
A mintaprojekt segítségével megtermelt zöldségeket a város közkonyháin, óvodákban és iskolákban használják majd fel, ezzel az intézményeink anyagi kiadásait tudják csökkenteni. A munka végzéshez minden adott, de ettől függetlenül nagy felelősség van a brigádok vállán. A 2012. december 31-éig tartó projekt során a semmiből kell felépíteniük egy olyan program alapjait, amely a következő években is mintául szolgál majd. Most már csak az időjárásban kell bízni, hogy sikeres legyen a zöldségtermesztési projekt.